Október 29-én a szomszéd kerületben a Palota Galériában a Csokonai Művelődési Központban nyílt meg Opánszky Tamás zuglói festőművész kiállítása, akit köszöntök itt a stúdiónkban. Szia Júri, köszönöm a meghívást! Mivel régóta ismerjük egymást, ezért tegeződünk. Ez a mostani kiállításod, ez a Csendéletek 2 címmel nyílt meg. Ez folytatása az előzőnek. Mi erre a jellemző? A Csendéletek első kiállítását a Magyar Írószövetségben rendeztem 2017. novemberében. Most is elhoztam olyan képeket, amelyeket már ott bemutattam, de elhoztam a folytatást is, a további munkákat, amelyeket az elmúlt 3 évben festettem. Milyenek ezek a képek, ezek a csendéletek? Milyen technikával, milyen színekkel, mit mondanál erről? Ezek olajvászon technikával készültek. Közepes méretű és kisebb méretű munkák döntően. Van egy nagy méretű kép is. Ez mit jelent a nagy méret? Nagy méret, ez egy 1 méter széles és 90 centi magas kép. Hát ezt az aulába raktuk ki a mérete miatt, nem akartuk, hogy ütközön a többi képpel, de a átlag méret itt ilyen 50x70-es, 60x80-as méret, és sikerült úgy elrendezzük őket, hogy a képek így folytonosságot alkotnak és kiegészítik egymást. Festettem piaci jelenetet, van persze berendezett csendélet is, amit ott a műtermemben elrendeztem, visszatérő motívum a körte, ez már kisgyerekkorom óta is nagyon szeretek körtét festeni, almát, asztali csendéleteket, tehát ezek döntően asztali csendéletek. És a kávéfőző is egy visszatérő motívum, majdnem, hogy főszereplő a kávéfőző. A csendéletek az egy kicsit olyan száraznak, unalmasnak tűnik, főleg, hogy neked előtte mondjuk például a motorok, vagy a hoki meccsek sorozatod volt. Honnan jött? Igen, a sport témához képest ugye ez egy nyugodtabb témának tűnik, ugye ez egy mozgalmas időszakom volt, persze fogok később is olyat festeni, de most visszatértem az álló, mozdulatlan témához, és viszont most én mozgatom meg a mozdulatlan. Tehát ugye, ha közelről megnézzük a csendéleteket, itt is gesztusok vannak benne, nagyon erőteljes színek, meg formák, meg néha van olyan kép, ahol így tulajdonképpen fölborítom az asztalt, mert többféle képsíkot alkalmazok egyszerre, több nézőpont is megjelenik a képen. Úgy rendeztük el, hogy változatos legyen nézőpont is, legyen egy szemközti ábrázolás, egy rálátás, egy alul-felülnézet, tehát így a néző egy változatos térbe lépjen be, egy labirintusba, és én tulajdonképpen azzal viszek mozgást a csendéletbe, hogy körbejárom a témát. Van úgy, hogy egy témáról több képet is festek, és ezáltal lesz izgalmas ez a téma, ami valóságban viszont mozdulatlan. Ez a kubizmusnak a jellemzője. Igen. Hogy került ez hozzád, a kubizmus közel? Mit jelent számodra? A kubizmus még képzőművészeti albumokban találkoztam. Én a 90-es években a Postás Művelődési Központban jártam rajzszakkörbe, az Ilai György stúdióba, a tanárom Ferki Róna festőművész volt, ő most a Csokonai Palota Galéria kurátora, és ő hívott meg erre a kiállításra. És ott is gyerekként rengeteg csendéletet rajzoltunk, festettünk, és az albumokban már találkoztunk ott is a Cézánnal, posztimpressionistákkal, akkor folytatásával, a kubizmussal, Picasso-val, Georges Braque-kal és a vadakkal, Henri Matisse-szal, és ez nagyon nagy ösztönzést adott nekem. És amikor a Szép Művészeti Múzeumban is elmentünk, tárlatra nézegetni, ott is nagyon inspirálta a Paul Cézanne csendélete. Albumokban nézegetve pedig mindig a kubisták gyakorolták rám a legnagyobb hatást, azt, hogy elvont a kép, de mielőtt még teljesen elvont lenne, tehát így föl van darabolva így a látvány, akkor beragasztanak egy újságpapírt, egy pipát, egy tapétát, egy könyvet, hogy visszamenjen a valóságba. Most már novemberben járunk, túl vagyunk egy őszi szüneten. Neked, mint rajztanárnak, mit jelent egyrészt az elmúlt időszak, tehát ez a mostani járványos helyzet, és mit jelent az online oktatás, ha esetleg megint felmerül? Hát most jobb, mert ugye találkozhatunk újra diákokkal, meg hát így lehet igazán rajzot tanítani, hogy élőben zajlik a konzultáció, körbe tudom járni a termet, el tudom mondani a véleményemet, meg ők is kérdeznek, hogy mutassak vázlatokat, tehát vázoljam föl, hogy én hogy látom a témát. Ez nehéz volt a digitális oktatás alatt. Én úgy próbáltam ezt megoldani, hogy
kameraállványon helyeztem a videokamerát, és filmre vettem, ahogy festek, rajzolok, csendéletet is, meg különböző térkompozíciókat, és ezeket a videókat küldtem a diákoknak, de volt, hogy több fázisban lerajzoltam a témát, és minden egyes fázist lefényképeztem, és ezt küldtem el nekik. Persze lehetőség volt online konzultációkra, küldtem videókat, meg rengeteg képgalériát, de ez így élőben az igazi, mert úgy látjuk a témát is, egymást is, tudunk kérdezni, beszélgetni, és gyakran van úgy, hogy én ott a rajzteremben is beállítok a diákoknak csendéletet, és hogy megadjam nekik a kezdő lökést, én is fölfeszítek egy papírt, volt van, úgyhogy vásznat is, vagy farostam ezt, és fölvázoltam a csendéletet, és ez nagy hatással van rájuk, ők is bátrabban kezdenek el dolgozni, tehát a rajztanítás része is a csendélet, ez egy nagy felfedezés, egy nagy időutazás mindenkinek. Visszakanyarodva a kiállításhoz, van-e olyan kép, ami közel áll hozzád, vagy valamiért kiemelnéd? Több olyan kép is van ebben az anyagban, ami szerintem meghatározó, meg így kiemelkedik. Igazából vannak természetelvű képek, meg vannak olyanok, amik az absztrakció fele mennek, vagy az absztrakcióból indulnak el újra a térbe. Mindegyik munkámat másért szeretem, és látom azt, hogy hogyan folytatnám ezt a sorozatot. Tehát olyan szempontból nézegetem most tovább, hogy melyik lenne az a gondolat, vagy az a témakör, vagy az a nézőpont, amit egy következő képre belevinnék. Igen, vannak ilyen munkák, amikben látom a folytatást, hogy mit tennék hozzá. Meddig látható? November 24-ig tekinthető meg a Csokonai Művelődési Központ Palota Galériában. Ez a 15. kerületben az Eötvös utca 64-66-ban található. Hétköznapokon 9 és 21 óra között tekinthető, meg hétvégén pedig a ház programjaihoz igazodó nyitvatartási időben, szóval én azt javaslom, hogy hétvégén telefonáljanak, mielőtt útra kelnek és megnézik a kiállítást. Köszönjük szépen, hogy befáradtál hozzánk a stúdióba, és további sok sikert kívánunk az alkotói munkához. Köszönöm a lehetőséget.